Több ezres tömeg vonult át vasárnap a városon. A Színház és Filmművészeti Egyetem függetlensége mellett eltés diákok is kiálltak. Ez hatalmi terjeszkedés. A kormány úgy megy, hogy marad. Az ELTE oktatóinak október elején indított petícióját már több mint 500 000 írták alá. Ebben arra kérik az oktatási kormányzatot, hogy állítsa vissza a színművészeti autonómiáját, és biztosítsa minden hazai felsőoktatási intézmény önrendelkezési jogát. Az ELTE vezetése ma nem akarta kommentálni a tanárok petícióját. A budapesti Corvinus Egyetem szenátusa viszont hiába állt volna ki a Színház és Filmművészeti Egyetem mellett. A 24.hu írta meg, az intézmény rektora megakadályozta, hogy erről vitát kezdeményezzenek az egyetem döntéshozó testületében. Lánci Andrástól, az egyetem rektorától hiába kértünk interjút. Az intézmény írásban azt válaszolta, fontosnak tartják, hogy a szenátus a hatáskörébe tartozó ügyekkel foglalkozzon, ne más intézmények konkrét ügyeit tárgyalja. Az egyetem szenátusának egyik tagja szerint viszont a rektornak ebben az ügyben is össze kellett volna hívnia a testületet. A szenátusnak a szólásszabadságát azt nem lehet itt korlátozni. A Corvinus volt az első egyetem, amely 2019 nyarán alapítványi fenntartásba került, ugyanúgy, ahogy most a Színház és Filmművészeti Egyetem is. Toronyai Gábor szerint az átalakítással ők is elvesztették az autonómiájukat, mert ezt nem garantálja a törvény a magánkézbe adott egyetemeknél. Elmondása szerint 2019 óta harcolnak azért, hogy a szenátus bizonyos jogköreit visszaszerezzék. Nálunk sincsen autonómia, de mi a Corvinuson nagyon sok mindent kiküzdöttünk az elmúlt másfél évben, de törvényi biztosítékok nélkül ezek nagyon törékeny eredmények. Visszaszereztünk nagyon sok jogot, hatáskört a szenátus számára. Rosszak a törvények, mert felszámolják az egyetemi autonómiát a magánegyetemeknél. Toronyai Gábor szerint enélkül viszont nincs oktatási szabadság. Az egyetemi autonómia alapfeltétele, minden tudós, minden oktató érti, akármilyen a politikai szimpátiája, hogy enélkül nem lehet jól tudományt művelni, nem lehet jól egyetemet csinálni. A Corvinuson tegnap aláírásgyűjtés indult, nem csak a színművészetiért, hanem általában az egyetemi függetlenség mellett is.